Kedves nézőink, megalakult a Német Nemzetiségi Önkormányzat, most egy ezzel kapcsolatos stúdióbeszélgetést tekinthetnek meg. Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Az önkormányzati választásokkal egyben a nemzetiségi önkormányzatokat is megválasztottuk, megválasztották a választók, az arra jogosultak. Így megalakult a Német Nemzetiségi Önkormányzat is. Köszöntöm a stúdióban Tölt Zoltánt, Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának az elnökét. Jó estét kívánok, elnök úr! Jó estét kívánok, én is köszöntöm a kedves nézőket! Guten Tag, liebe Zuschauer! Köszönjük szépen. Elnök úr, itt a választások előtt még jóval a regisztráció időszakában beszélgettünk arról, hogy milyen tétje is lenne a regisztrációnak, először utána pedig ugye a választásoknak. Hogy sikerült először is a regisztrációhat, kérdezzem meg? A regisztráció számunkra felemásan sikeredett, ugyanis ahhoz, hogy négyen indulhassunk, pontosabban négy tagú lehessen a testület, ehhez 100 választópolgárnak kellett volna regisztrálni, pontosabban 101 választópolgárnak kellett volna regisztrálni, és sajnálatos módon 98-an regisztráltak, úgyhogy mi erről a lehetőségről lemaradtunk. Tehát ugyanazt a munkát három képviselőnek kell elvégezni, amire négy képviselőnek is lett volna lehetősége. Ez azon kívül, hogy nyilván egy emberre több munka hárul, jelent-e más hátrányt is az önkormányzat számára? Hát más hátrányt nem jelent, úgy érzem, hogy nem jelent. Tehát így hárman fogunk együttműködni. Tehát a létszám egyébként mondjuk az Ajkai önkormányzat felé nem jelent semmilyen döntési lehetőséget, kényszert? Nem. A törvény az három tagú, illetve négy tagú nemzetiségi önkormányzatokat határozott meg, és ez a választásokra való nemzetiségi regisztráció alapján történik ez ennek az eldöntése, hogy most három tagú lehet, vagy négy tagú. Tehát akár három, akár négy tagú ugyanazokkal a jogosítványokkal és ugyanazon törvények alapján működik a testület. Én erre gondoltam konkrétan. Hogy sikerült végül is az önkormányzati választás? Tehát milyen volt a részvétel például? A részvétel az nemzetiségi választásokon mindig meghaladja az országos átlagot, tehát itt is jóval magasabb volt az országos átlagnál a részvétel. Tehát megvan az érdeklődés. Megvan az érdeklődés, ugyan ez részben problémát jelent, hogy be kell jönni Ajkára, mert ugye településenként egy választókör van nemzetiségi önkormányzati választásokra, de majd mondom, az így is az átlagot meghaladta a részvétel, és itt még jelezném, mert erről kevésbé tájékozottak a tévénézők, hogy a tavaszi országgyűlési választásokon a német nemzetiségi listára regisztráltak számából 85% ment el szavazni. Tehát ez is messze meghaladja az országos átlagot. Igen, tehát nagyon... azok, akik kívántak a német nemzetiségi listára szavazni, sajnos nem regisztráltak annyian, illetve nem regisztráltak annyian, hogy német nemzetiségi képviselőt tudtunk volna bejuttatni a parlamentbe. Megvolt a lehetőség, tehát a törvényi lehetőség az most megvolt, de sajnos nem sikerült. Ez valami új volt, reméljük, hogy a következő választásokon erre sor kerül és sikerülni fog. Igen, valószínűleg tudatosulni kell, hogy először a választókban is, hogy mi a tétje igazából, milyen lehetőségek, milyen jogosítványok vannak ugye az önök számára. Elnök úr, kik kerültek be végül is az önkormányzatba, a német nemzetiségi önkormányzatba? Hát Ajkán négy nemzetiségi jelölt indult, Tavaszi István, Szirmai név Inkelman Amália, Jó Magam és Már Ferenc. Mi négyen indultunk, és Már Ferenc képviselőnek nem sikerült bejutni a képviselőtestületbe, illetve az önkormányzatba. Nagyon sajnáljuk, hogy ez a helyzet így alakult. Részben azért is, mert nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, részben azért is, mert szerettük volna, hogyha négy tagú testületünk lehetne, de én nagyon bízom, hogy továbbra is segíti munkánkat, és ugyan nem mint képviselő, de mint az Ajkai Német Nemzetiségi Közösséghez tartozó ember segíti a közösség munkáját. Mi nagyon bízunk benne. Ugyanúgy 5 évre szól most a megbízatásuk, a mandátum, igen. Tehát nemzetiségi önkormányzat is ugyanúgy 5 évre lett megválasztva. Milyen tervekkel indulnak neki ennek az 5 évnek, elnök úr? Nos, egy kicsit visszakanyarodnék a múltba, mert valahol abból következik a jövő is.
1995-ben alakultak meg a nemzetiségi önkormányzatok országszerte. Magyarországgyűlés hozta létre azért, hogy a nemzetiségi kultúrált hagyományokat, a nemzetiségi nyelveket, azokat ápolják az adott településeken, ahol adott nemzetiség él. Ebben az évben 6. alkalommal volt arra a lehetőség, hogy nemzetiségi önkormányzatokat válasszunk. Itt Ajkán a német nemzetiségi önkormányzatnak nagyon sokrétű szerepe volt. Ugye Ajka rendeken van német nemzetiségi iskola, a Lasóber Mária német nemzetiségi iskola, aztán Ajkarendeken van a Regenbogár német nemzetiségi óvoda és kultúrház, a kultúrház is német nemzetiségi intézmény lett, és ezekkel az intézményekkel mi napi kapcsolatban vagyunk, a programjainkat közösen szervezzük, tehát nagyon sokrétűen próbáljuk a kulturális örökségünket ápolni. De ebbe ez nagyon sokrétű, tehát akár azok a nyilvános programok, amiket a tévénézők láthattak akár az utóbbi években, de olyanra is gondolok, hogy Ajkarendeken például vannak olyan keresztek, amiket körülbelül 100 éve, 100-110, 120 éve állítottak fel, és még gótbetűs írással vannak rajta a feliratok, az is, hogy kiállítatta, illetve egy kis idézet, és mi úgy gondoljuk, hogy ez is a kulturális örökségünkhöz tartozik, és úgy gondoljuk, hogy ez is egy tarka pontja az ajkai kultúrának. Igen, bocsássanak, hogy közbeszólok, úgy érzékelem, hogy nagyon erősek a hagyományok ott Ajkarendeken, ezek a sváb hagyományok, ugye? Jól érzem. Személyesen úgy érzem, hogy Ajkarendeknek ez egy specialitás, ez egy kitörési pontja. És úgy gondolom, hogy ebből nagyon sok minden kihozható, és ilyen szempontból már nem feltétlenül számít az, hogy a résztvevő az most német nemzetiséginek vallja magát, vagy német nemzetiségi, hogyha úgy érzi, hogy ez a kultúra, ez a tevékenység hozzá közel áll, akkor mi nagyon, nagyon szívesen vesszük, hogyha részt vesz benne, és ilyen értelemben elmondhatom, hogy nagyon sokan részt vesznek olyanok is, akik nem német nemzetiségi származásúak, vagy legalábbis mi nem tudjuk, hogy azok, mert ugye ezt nem tudhatjuk, mert azért azt megemlítem még, hogy itt Ajkán a 2010-es népszámláláskor körülbelül 850-en vallották magukat a német nemzetiségi kultúrához közel állónak. Na most ez 50%-os emelkedés a 10 évvel korábbi népszámláláshoz képest. Azt én személyesen nagyon sajnálom, hogy sajnos ezt a 850 embert mi nem látjuk, illetve nem úgy gondoljuk, hogy nincs, tehát sokukhoz nincsen kapcsolatunk. És így nem tudunk velük együtt dolgozni, együtt működni, hogy a helyi kultúrát tovább ápoljuk, a német nemzetiségi kultúrát, vagy együtt. Vannak sokan olyanok is, akik nyilván más településekről költöztek be Ajkára, hogy Ajkának a várossá válásához ez is hozzátartozott, hogy nagyon sokan jöttek ide dolgozni, és úgy gondoljuk, hogy mi ezeket az embereket nem látjuk, nem találjuk itt Ajkán. Viszont ez itt akkor reklámhelyen nyugodtan lehet kérni azt, hogy jelentkezzenek, kapcsolódjanak be munkába, gondolom. Így van, tehát akkor tisztelettel kérem a tévénézőket, hogyha tudnak olyanokat, illetve a helyi német nemzetiséghez tartozónak vallják magukat, akkor bátran jelentkezzenek nálunk, bátran ajánlják fel segítségüket, tudásukat, mert a segítség az mindig tudás. Tehát valamit tudok tenni. És mi nagyon szívesen vesszük, mert ezzel tovább gazdagítjuk. Tehát 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt nehezen tudtam volna elképzelni mondjuk egy ilyen produkciót, ami akár idén létrejött a Ajka 800 éves évfordulójának a tiszteletére, tehát amit az ajkarendekiek előadtak a VMK-ba teltház előtt, és egy szenzációs műsor volt, aminek magam is részese voltam. Nagy izgalommal vártam, mert eddig inkább a másik oldalon szoktam szerepelni, tehát a nézőtéren, de szenzációs élmény volt, tehát ezt nehéz megfogalmazni. Tehát akkor, ha jól értem, akkor ugye tervekről kezdtünk el beszélgetni. Igen. Akkor elsősorban, hogy itt a hagyományápolás, a kultúra lenne az, amit szeretnének továbbvinni a továbbiakban is. Így van.
Említettem ezeket a kereszteket, aztán ami még nagyon fontos, a vallásosság is, fontos a német nemzetiségi hagyományokban, tehát mi azért szoktunk német nyelvű szentmiséket is kérni, illetve hát tartani azt nem mondanám, inkább részt venni rajta évente több alkalommal, mert ez is hozzátartozik, és itt mondom el, hogy ilyen értelemben az Ajkarendeki Egyházközséget és saját magunkat segítettük ki egy projektor beszerzésével, amivel nem gond az, hogy német nyelvű énekeket kivetítsünk, és az ott a szentmisén résztvevők is bátran tudják énekelni, meg tudják tanulni, és ezzel is továbbadjuk azt a fajta kultúrát is, akinek erre van affinitása. A továbbiakban két egyesületre támaszkodunk, kijavítom magam, tehát két egyesülettel működünk még együtt, ugye intézményeket már említettem, az egyik az Ajkarendekért Egyesület, a másik pedig az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör. Mindegyiknek megvan a maga arculata, illetve mindegyiknek megvan az a lehetősége, amivel gazdagítani tudja a helyi német nemzetiségi kultúrát. Úgyhogy anyagilag is támogatjuk őket, és a programokat részben közösen szervezzük. Nyilván vannak saját programjaik is. A mi programjainkon, vagy amely programokat még az első német nemzetiségi önkormányzat kitalált, például ilyen az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Nap, azt mivel volt rá lehetőségünk, ezért 3 napossá bővítettük, és ebbe szervesen bevontuk a két egyesületet is. Hát van, amikor határozatlannak titulálnak minket, vagy határozatlanak mondanak minket, nekem viszont az a meggyőződésem, hogy egyrészt parancsszóra nagyon nehéz valami kiemelkedőt alkotni, ez egyik. A másik, együtt kell valamit alkotni, csoportban. A harmadik pedig az, hogy az irányt kell megadni. És látni kell azokat a lehetőségeket, amire egy közösség, most itt a kis közösségre, akár egy iskola, akár egy óvoda, akár egy egyesület, vagy akár egy idősebb korosztályt képviselő, részben idősebb korosztályt képviselő énekkar ad. Látni kell azokat a lehetőségeket, és az alapján az irány felé menni. És én úgy érzem, hogy ettől gazdag, és én annak örülök a legjobban, hogyha nagyon sok elégedett, boldog ember van egy programban, illetve egy program lezajlása után, amikor úgy gondolja, hogy na, fantasztikusan jól sikerült ez a program, és megérte ezt a sok munkát belefektetni, amit belefektettek. És akkor mindenki jól érzi magát, és ez nekünk is nagy öröm. Mert nyilvánvaló, hogy 3 ember nem tud annyit tenni, mint 240 ember például. Tehát én ebben biztos vagyok. Elnök úr, hát akkor ehhez kívánok Önöknek jó munkát, jó egészséget és sok sikert. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.